Helka néven futó zenei projekt, az összességében az én projektem, én viszem be a zenei ötleteket. Két útvonal van, vannak népzenei feldolgozásaink és saját dalaink, és mind a két zenei stílusban állandó segítő társam Török Bettina és Barna Anikó. Amikor népzenei feldolgozást készítek, akkor általában keresek egy alap inspirációs forrást. Ez többnyire a Zenetudományi Intézet népzenei gyűjteményéből, a Hungarikánából szokott megvalósulni, ezen szoktam nagyon sokat keresgélni az interneten. Ez esetben viszont egy kottára gondoltam, amit hoztam. Ez inspirált az utóbbi időben engem, ez az Aras rúzsám, Aras című vagy kezdetű népdal Szlavóniából. És ehhez, hogyha beütöm a keresőbe, akkor nagyon sok verziót találhatok szerte az országban. Így szoktam nagyon sokat keresgélni, utána pedig elkezdem játszani, hogy mit lehet ebből a dalból kihozni. Aras rúzsám, aras meg, adom a garas. És ehhez, ebből úgy készítettem összeállítást, hogy raktam bele egy improvizációs részt, ezután a népzenei motívum után, ami meg valami hasonló, hogy és egyszer csak visszatér, hogy aras rúzsám, aras meg, adom a garast. Nemrég jelent meg egy klippünk Jánoska címmel, ami egy népzenei feldolgozás, és az anyagokat, a népzenei anyagokat hozzá hasonlóképpen gyűjtöttem, mint ahogy az előbb bemutattam. Amikor kerestem a Jánoska dalunkhoz a szöveget, akkor mindenképpen olyan szöveget szerettem volna összeollózni a népzenei anyagból, ami számunkra is mondani valót tartalmaz. És így jutottam el különböző kacskaringós utakon a szerelem témájához. Az animációt a kliphez én készítettem. Ez számomra egy új vonal, amiben még csak most próbálgatom magamat. A dal fő motívuma Jánoska, aki számunkra az igazit testesíti meg. Ez nekem azért tetszett ez a motívum a dalban, mert a Jánoskát a Láboskához hasonlítja a nép a szövegben, és számomra ez nagyon megragadt, és e köré építettem fel az animációt is.